Szürke színével, párás időben valósággal beleolvadt környezetébe a Trafibox gyapán, aki nem bánik finoman a gázpedállal, annak autójáról drága fényképek készülhetnek a jövőben. Az eszközben nem sokára sebességmérő kamera kerül, okkal. Nagyon gyorsan mennek? Mint százal. A helyiek szerint rengeteg autó halad át a település részen, többségük nem veszi figyelembe az 50-es sebességhatárt, ezen változtat majd a Trafibox, aminek a helyiek nagyon örülnek. Láttam már, ki százal egy BMW-vel döngetett a falun keresztül. Most én azt nem tudom konkrétan, ki az, mi az, mert nem helybeli, az biztos, de itt is van egy-két vaddisznó, ilyen fiatal srác, aki nem tudja, hogy mennyit kell menni. Én egyetértek vele, mert ha még csak 60-nal megy, akkor az még elfogadható, ugye, mert nem egy olyan sűrű lakott hely, de vannak időszakok, amikor a buszokról az utasok szállnak, mennek, jönnek, diákok, ovisok, akkor veszélyhelyzet. És teljesen egyetértek ezzel a dologgal. A Trafibox egy hete került a helyére. Van, aki már most érzi a berendezés hatását, mert többen lassítanak. Én sűrűn nem járok, de hát valamit észrevettem rajta. Hát bízunk benne, hogy nagy segítség lesz. Paks polgármestere korában azt mondta, jóval az eszköz kihelyezése előtt gondoltak arra is, hogy mindkét irányból lassítani lehessen az autók sebességét meglepetésszerűen. Ez 220 fokban fordítható a benne lévő kamera, páramentes, vandálbiztos berendezés. Nyilván nem mindig van benne a Trafipax, tehát a mérőberendezés, de ezt nem lehet tudni, hogy mikor van benne és mikor nincs benne. Úgyhogy azt várjuk ettől a berendezéstől, hogy az erre közlekedő autósok lassítani fognak, illetve figyelembe veszik a sebességkorlátozást. Az autósokat figyelmeztető tábla is a helyére került már, a rendszer hamarosan éles lesz. A rendőrség egyébként megvizsgálta több évre visszamenőleg, hogy mennyi a gyorshajtás a területen, ez alapján döntöttek.